áldásosság és békesség adassék nékünk bőségesen, Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép karácsonyi délutánon. Meghitt, szinte gyertyafényes, hiszen a villanyás szórakozik velünk. De igazság szerint nem csak azért lesz ez különös karácsonyi délután, mert nem égnek a villanyaink, vagy az égvék rendesen, és nem csak azért, mert rendhagyó karácsonyi műsort ígértünk a gyülekezeti tagoknak, hanem egy rendhagyó szeretetteli alkalmat is szeretnénk ma együtt eltölteni mindazokkal, akik eljöttek ma ebbe a gyülekezeti házba, Isten házába. Miért is foglalkozna velünk? Kérdezünk mi sokszor emberek.
ez a néhány sor, amit az előbb felolvastam, egyenesen az ellenkezőjét sugallja ennek az emberi gondolkodásmódnak. Ugye, Isten számon tartja a világ eseményét, mindazt, ami a világban történik ezen a Földön. Sőt, ő maga szól bele az emberek életébe, és irányítja az eseményeket úgy, hogy minden kedvezzen neki, ahhoz, hogy véghez vihesse az akaratát az emberek között. Ebben tetszés szerint felhasználhat bárkit, felhasználja még Augustus császár rendeletét is, felhasználja Cyrenius helytartót, hiszen az ő rendelkezése nyomán kell Józsefnek és Máriának elmenni Betlehembe, azért, hogy a proféciák beteljesedjenek, és ott szülessen meg a várva várt megváltó. Kedves testvérek, karácsony azt sugallja mindannyiunknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hogy Isten törődik velünk. Képzeljétek el, gyerekek, törődik veletek Isten. Nem vagyok bennünket magunkra, attól, hogy nem látjuk, ő még velünk van. Sőt, el is jött közénk, hogy velünk legyen és megszabadítson minket gyarlóságainkból, bűneinkből, nyomorúságunkból, amely szerkeltségünkből, visszafeleségedésünkből, és stb. Stb. Az engedetlenségünkből. No. Isten el tudja végezni az ő akaratát a mi életünkben, úgyhogy minden úgy teljesedik be, ahogy az ő rendelve. Ezért hallgatod te is, kedves testvérem, az ige hirdetéseket, újra meg újra, alkalomból alkalomra, amikor eljössz, és ezért hallgatod ma Isten igéjét, hogy ő az ő akaratát a te életedben is véghez vigye. Minket is, és nem akarom most becsvágyó vagy bármilyennek is tűni. Én hiszem azt, hogy minket is azért hozok cseténybe, hogy valamilyen úton, módon az ő akaratát rajtunk keresztül elvégezze itt a közösségben. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, kicsik is, nagyok is, és azt szeretné, hogy a te üdvösséged elnyert már itt, ebben a földi életben. Egyetlen egy dologgal lehet keresztül húzni Isten akaratát, képzétek el, úgy, hogyha engedetlenkedünk. József is meghatta volna azt, amikor meghallotta a rendeletet, hogy hát én nem megyek. Mi az gyerekek, mi szoktál mondani, hogy azt mondja, hogy gyere, kislányom, takaríts ki egy kicsit, hát én nem megyek. József is mondhatta volna azt, hát én nem megyek. A feleségem gyermeket vár, nélküle nem akarok, én nem akarom itt hagyni, ott akarok lenni, amikor megszületik a fiam. Igaz, hogy Istentől kaptuk őt, és nem vérszerinti gyermekem, de hát rám bízta, nekem kell gondoskodni róla. Hosszú az úr Betlehem, nem viszem magammal, mert hát mi történik velünk út közben. Így hát József mondhatta volna azt, hogy nem megyek. De József nem mondta. Gondold el, kedves testvérem, hogy te hányszor húzol keresztbe Isten terveit az életedben, a te életedben. Mert Istennek is van terve az életedben. Azért engedi, hogy megtörténjenek dolgok a mi életünkben, amikre mi mindig azt mondjuk, hogy miért, Isten miért engedett, hogy ez így legyen, Isten azért engedi meg, hogy az ő akaratát véghez vihesse az életedben. Te is sokszor keresel kifogásokat Istennek szerint, hogy miért nem megyek, miért nem alázom magam Isten előtt, miért nem adom oda az életemet Jézusnak, vannak rá kifogásaink. De milyen jó az, hogy Mária és József alázatos és engedelmes emberek voltak. És így az Úr ígéretei pontosan ugyanúgy teljesedtek be, ahogy az évszázadokon keresztül, próbál előre már megmondani, hogy megjelette a profétákkal.
félelmet erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik. Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, behógyálva feküdni a jászolban. És hirtelen mennyei sereget sokasága jelent meg az angyalval, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. A karácsonyi üzenet, kedves testvérek, mindenkinek szól. Yeah.
bűnös világ helyett egy jobb és szebb világot teremt. Egy csendes éjszakán földre lépett az Isten, angyalok hirdették és... Emberek, nagy örömet hirdetek ki, ma beteljesült forró vágyatok. Közétek jött az Isten, nem kell félnetek tőle. Ő nem ezért jött, hogy a megloppant nátszálat eltörje, hogy a füstölből mécsvált kioltsa. A betegekért, a szegényekért, a szedvedőkért jött közénk a világba. Szent ez az éjszaka, mert az Isten fia földre jött. Ma találhoztak az egek a földre, e pillanatban született meg Betlehemben, Júda földjén. Nekünk, angyaloknak az a feladatunk, hogy Isten dicsőségét hirdessük, dicsőségezzenek minden jó akaratú embernek és ragyogó Szent Pálunknak. Ha nem zárjátok el szíveteket tőle, betér hozzátok és boldoggá tesz benneteket. Szeressétek, várjátok őt nagyon, és akkor találkozni fogtok vele. Nem is sejtitek, milyen nagy öröm a vele való találkozás. Zárjátok ki szíveteket, ti is gyermekek örömmel. Imádkozzatok és énekeljetek, mert Jézus nem csak a bácsikot és nénikhez jött, hanem hozzátok is. Engedjük, hogy betérjen hozzánk és szíveinkben lakást. Thank you.
József, újra elutasítottak, megkímélhettek volna ettől a megalázástól. Nem tesz semmit, Mária. Isten kezében vagyunk. Megpróbálom én. Hé, miért olyan viharosan? Nem tudtok egy kicsit halkabban kopogni? Azt gondoltuk, szállást kapunk nálatok, legalább egy kicsikét többet nál. Micsoda számtalanség, késő éjszakán szállást keresni. Menjetek dolgotokra, ne zavarjatok engem és a családomat. A pásztorok elindulnak, és hangosan rátaláltak a kis Jézus.
Jézusra, a betlehemi egyszerű istálló lakásban. Egy pillanatig sem kételkedtek, hogy a jászolban fekvő gyermek az Isten fia vagy sem. Szegényes ajándékaikat a jászol mellé tették. Thank you.
Na hát, gyerekek, egy-egy CD-t kaptok.